Az elmúlt évtizedek árvizei rámutattak arra, hogy a megyében továbbra is a folyók jelentik a legnagyobb veszélyforrást. Éppen ezért a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kiemelt figyelmet fordítanak az árvízi megelőzésre és a beavatkozó állomány felkészítésére. Folyamatosan gyakorolják azokat a szituációkat, amelyek bekövetkezése esetén intézkedniük kell. Még egyszer nem akarjuk, hogy előforduljon, mint 2010-ben, hogy 10 000 katonát, rendőrt és tűzoltót kellett mozgósítani és Borsot bevezényelni, hanem azt szeretnénk, hogy minden település önvédelmi képessége erősödjön. Ez azt jelenti, hogy a helyben élők tartsák fontosnak, hogy részt kell venni a helyi ügyekben, a helyi védelemben. A mostani feltételezett helyzet szerint a Tisza ukrajnai vízgyűjtő területén rendkívüli mennyiségű csapadék hullik, amelynek következtében a Tiszán jelentős árhullám vonul le. A vízügy tájékoztatását követően a megyei katasztrófavédelmi operatív törzs nyíregyházi bázisán megkezdődik a védekezés és a mentés megszervezése koordinálása. Gyakorlatilag nagyon sűrűn fordulnak elő katasztrófák, ezért ezek a településeken élő emberek ott vannak, nem el akarnak menni, el akarnak menekülni, hanem védekezni akarnak. Ez sajnos nem mondható az ország egészéről, de én úgy gondolom, hogy az emberek szemléletét mindenképpen változtatni kell, és én büszke vagyok, hogy ezek az emberek ezek így állnak hozzá ezekhez a polgári védelmi feladatokhoz. A munkacsoportokban dolgozó operatív törzs feladata a veszélyeztetett településekről érkező információk értékelése, ennek alapján a szükséges anyagok, gépek helyszínre jutatásának és a lakosság mentésének elhelyezésének megszervezése. Ilyen és ehhez hasonló gyakorlatot a katasztrófavédelem többször rendez egy évben. Ennek ugye az a célja, hogy egy esetleges árvízhelyzetre, egy esetleges katasztrófára az együttműködő erőkkel hogyan tudjuk a kapcsolatot tartani, hogyan áramlik az információ az egységek között, hogyan tudják megoldani a védekezést, a lakosság kitelepítését, befogadását, az értékek védelmét és az emberi élet védelmét. A katasztrófavédelmi gyakorlatot, amelyen közel 150 szakember vett részt, sikeresnek minősítette dr. Tóth Ferenc dandártábornok, az országos polgárvédelmi főfelügyelő.